perc jutott az érdemi. Alig több mint fél óra alatt 28 napi rendi pont. Többek között ezt tartják kifogásolhatónak a VMS helyi politikusai a csütörtöki adai KKT ülés kapcsán. Az ülésen több fontos napirendi pontról is az ellenzék nélkül döntöttek a Demokrata Párt és a VMDK képviselői. 35 perc alatt megszavaztak egy olyan 28 pontból álló napirendet, amibe olyan húsba vágó kérdések voltak, mint a 2013 éves költségvetés zárszámadása, az idei év 2014-es év első költségvetés módosítása. A harmadik fontos pont a csapadék és szennyvizek elvezetéséről szóló határozat 5. módosítása volt. Sok lakos csak részben, vagy egyáltalán nem fizet a szennyvíz elvezetésért. A VMS már 2 évvel ezelőtt tett javaslatokat a probléma megoldására, de azóta sem történt érdemi előrelépés. Úgy a konzorciumnak, valamint a standard közvállalatnak programokat, akcióterveket, pénzügyi konstrukciókat kellene kidolgozni, azokat be kellene terjeszteni a képviselő testületre, jóváhagyásra természetesen, de mindez a mai napig nem történt meg. A VMS konstruktív ellenzéki szerepet szeretett volna vállalni, de politikusaik szerint erre kevés teret kapnak. Minden ajánlatunkat, minden felszólalásunkat, minden beadványunkat az ellenzék, illetve a pozícióban lévő párt elvett, leszavaz, sőt mondhatnám azt is, hogy ignorál. Tóth Barna Elvira hozzátette, az ilyen viselkedést ők önkény uralomnak hívják. A Demokrata Párt és a VMDK képviselői várhatóan holnap nyilatkoznak az ügy kapcsán.